Köszöntöm a kedves nézőket, ez itt a Solt Vadkerti Televízió, benne a Vadkerti Krónikával. A következő több mint fél órában tájékozót adnak mindarról, mi minden történt az elmúlt héten városunkban, illetve térségünkben. Mai műsorunk témái a következők. Szüreti mulatság Kiskörösön. Népismereti tábor, a jászok bemutatkozása. Mesekuckó, fiatalok mesélnek gyerekeknek. Szomszédvári rangadó a Pünköst kupán. Elhunyt Ocskóné Csabai Eszter, városunk Proszkolle díjas, nyugdíjas pedagógusa, aki munkája során kétszer részesült kiváló pedagógusi munkájáért miniszteri kitüntetésben. Őre emlékezünk a következő percekben. Solt-Vadkert város önkormányzat képviselőtestülete példamutató emberi magatartásáért a köztiszteletben álló Ocskóné Csabai Eszter részére Solt-Vadkert városért kitüntető címet adományozza. Pedagógusként az iskolai és a különböző városi rendezvények, ünnepségek műsorainak önzetlen és színvonalas megszervezésért, melyel hozzájárult Solt-Vadkert város kulturális fejlődéséhez, hírnevének növeléséhez. Eszter, gratulálunk! Ocskóné Csabai Eszter, nyugdíjas pedagógus, városunk Proszkolle díjasa. Kétszer részesült kiváló pedagógusi munkájáért miniszteri kitüntetésben. Pályáját 1971-ben kezdte Akasztón. Munka mellett végezte el a tanárképző főiskolát Szegeden, biológia rajszakon. A Solt-Vadkerti iskolában 1985-ben kezdett tanítani, második gyermeke megszületése után. Most azonban mégsem pedagógusi munkásságának szól a kitüntetés, hanem annak az önzetten és odaadó alkotó munkának, amellyel emelte számtalan iskolai és városi rendezvény színvonalát. A színjátszókör munkájában már Akasztón is részt vett, Vadkerten pedig Varjú Ferencné Ica néninek segített először az iskola 30 éves évfordulójára készített műsorban. Azóta rendszeresen színpadra állított előadásokat iskolai eseményeken, pedagógus napi ünnepségekre, az iskola kerekévfordulóira, március 15-i és október 23-i városi rendezvényekre. Rendezett lakodalmas és betlehemes játékot, világháborús emlékműsort a művelődési házban. Amíg pedagógusként ismerte a gyermekeket, személyesebb volt velük a kapcsolata, de ismeretlenül is megtalálta a hangot velük. Korábban volt egy kialakult rend. 5. osztályban karácsonyi műsort, 6. március 15-i műsort, 7. ballagást, 8. osztályban az október 23-i műsort tanította a gyerekeknek, így 8. már könnyű volt velük együtt dolgozni. Minden előadást egy kívülről nem látható és nagyon komoly szellemi munka előz meg, míg a darab összeáll. Ahogyan minden mást az életében, így ezt is csak teljes odaadással és teljes válszélességgel tudja csinálni. De rendkívül fontos az előadást megelőző munka a növendékek számára is. Nagy öröm látnia, hogyan épülnek a próbák során, mind szellemileg, mind közösségileg és kulturálisan is. Az oda vezető út építő számukra meg annyi szempontból. Ő pedig a munkaterhét nem érzi, mert örömet okoz neki minden perce. Pedagógiai tevékenységének kisugárzásaként tudásával, egyéniségével fejleszti a gyermekek kreativitását és gazdagítja lelküket. Teret ad egyéniségük kibontakozásának. Az önmagát folyton átadni akaró, inspiráló, kiemelkedő szakmai munkájának eredményeként születnek meg színvonalas darabjai, mint az ünnepségünk első részében látott Kormoskövek című előadás. Látva a több évtizedes munkásságát, az nem csak neki, hanem a közösségnek is örömet adó, melyet a képviselőtestület e kitüntető címmel ismert el.
A járványhelyzet miatt a városvezetés nem rendezte meg idén a városalapítók napját, a Rétes Fesztivált és a kiskörösi születés szlovák nemzetiségi napokat. Helyette a megfelelő óvintézkedések és távolságok betartása mellett egy családias hangulatú szüreti mulatságot hirdettek meg szeptember 4-ére és 5-ére helyi fellépőkkel és termelőkkel. A kétnapos rendezvény ünnepélyes megnyitója 4-én pénteken volt, és természetesen megnyitott a Bor utca is. Kiskörösváros önkormányzata nevében nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket az idei szüreti mulatságon. Kiemelt szeretettel köszöntjük Fon Sándor országgyűlési képviselő urat, aki elfogadta meghívásunkat. Köszöntjük Rideg Lászlót, a Bács-Kiskun megyei közgyűlés alelnökét. Köszöntjük a képviselőtestület tagjait és a város intézményének vezetőit. Most felszeretném kérni Domonyi László polgármester urat, hogy nyissa meg a rendezvényt. Tisztelt kiskörösiek, tisztelt ünneplő, kedves vendégeink! Fölfelé megy borban a gyöngy, jól teszi. Tőle senki e jogát el nem veszi. Törjön is mind ég fölé az, ami gyöngy,
hadd maradjon gyávaföldön a göröngy. Írta annak idején Vörös Marti Mihály Fóti dal című versében. Szép, kiváló bordal, amely valóban méltó módon tiszteleg a nemes magyar ital és a hazaszeretet előtt, rávilágítva, hogy ők ketten bizony jól megférnek egymással. S ha okkal, móddal fogyasztunk belőlük, az meg nem árthat, de nemesíti szívet, lelket egyaránt. Ahhoz azonban, hogy ez a különleges nedű a poharakba kerüljön, majd kocintani tudjunk vele, akár egy ünnepi alkalmon, vagy egy jó baráti beszélgetés során, sok-sok fáradtságos munkára van szükség. És ezt legjobban a szőlőtermelő és a borkészítő tudja elmondani. Az egész éves gondoskodó odafigyelés, törődés nem egy esetben küzdelem az időjárás viszontagságaival, hogy a lehető legszebb és legtartalmasabb alapanyagot állítsuk elő, bizony alázatot kíván. Csak úgy, mint a megfelelő szakmai felkészültséggel végzett feldolgozás, erjesztés, kezelés és palackozás. Ha ebbe belegondolunk, mindjárt érthetővé válik, miért is olyan nagy ünnep a szüret. Más nem is lehet. Kiskörös lakosságai már több mint 200 éve foglalkozik szőlőtermesztéssel, és bár napjainkban az ágazatban jelentős átalakulások zajlanak, még mindig az egyik legmeghatározóbb szegmense városunknak, ezért is fordítunk rá akkora figyelmet, és ezért is kapja a szlovák hagyományok mellett a főszerepet évről évre az őszi nagy rendezvényünk alkalmával. Tisztelt egybegyűltek! A szüret, hála Istennek, idén is szépen zajlik. Úgy alakult, hogy a korai fajták esetében, mint az írsai olivér, a néró vagy a serszegi fűszeres már nem is szüretről, hanem befejezett betakarításról beszélhetünk. A felvásárlási árak bizakodásra adnak okot. Ugyanakkor sajnos mindnyájan tudjuk, hogy az idei év nem az előzetes várakozásoknak megfelelően alakult. Kezdve a tavaszi hidegbetörésekkel, hiszen ezek igencsak kihatottak a várható termés mennyiség alakulására, de még inkább említve napjaink legnagyobb kihívását, a koronavírus járványt, amely miatt eddig megszokott életünk felfordult, amely miatt nem várt áldozatokat vagyunk kénytelenek meghozni, s amely miatt nem ünnepelhetünk itt és most abban a formában, ahogyan azt az elmúlt években tehettük. Mondhatnám azonban úgy is, legalább ünnepelhetünk. A vírus és az ennek kapcsán fellépő gazdasági nehézségek és korlátozó jogszabályok okán születés szlovák nemzetiségi napok helyett idén a városvezetés úgy döntött, hogy születi mulatságot rendez. Talán külsőségeiben nem lesz annyira látványos, talán idén nem láthatunk országosan is jelentős előadókat, mégis higgyék el, ugyanúgy benne van a szervezők és a fellépők, de a szolgáltatóknak is a szíve lelke. Igyekeztünk főként helyi előadókat, csoportokat, vállalkozásokat megszólítani, és nagy örömünkre ők ebben a dologban partnereink is lesznek és lettek. Nekik is köszönhető, hogy ezen a két napon számos nívós program várja önöket. Délelőtt a gyermekek és szüleik vehetik birtokba a teret, majd az ebédet követően a már hagyományosnak mondható folklór műsorok, remek kiállítások várják az érdeklődőket. A délután második felében aztán egyre inkább a szórakozásé lesz a főszerep, kiváló zenészeink több műfajban is igyekeznek az önök kedvébe járni, legyen szó klasszikus jazzről, poprockról, vagy egy igazi utcabáli hangulatról. A Bor utcában mindkét napon finomabbnál finomabb helyi borokat kóstolhatnak, vasárnap este pedig színházi előadás keretében a Szilveszter Társulat művészei szórakoztatják majd a nagy érdeműt,
akiktől újfent megtudhatjuk, hogy család ellen miért is nincs orvosság. Tisztelt kiskörösiek! Az imént felsoroltak mellett fel kell hívnom a figyelmüket még valamire. A szüret, a jó hangulat és az ünnep forgataga közepette továbbra sem szabad megfeledkeznünk arról a tényről, hogy járványveszély van. A koronavírus továbbra sem tűnt el, sőt, a napi jelentések adatai szerint a sokat emlegetett őszi második hullám megérkezett, éppen ezért fokozott elővigyázatosságra kérek mindenkit. Ügyeljünk a rendszeres kézmosásra, kézfertőtlenítésre, tartsuk a távolságot egymás között, ne tömörüljünk, zárt terekben pedig viseljünk maszkot. Nyomatékosan kérek továbbá mindenkit, aki esetleg tüneteket észlelne magán, vagy olyan helyről tért haza, ahol fennáll a lehetősége a vírussal való kapcsolatnak, hogy ebben az esetben ne látogasson közösségi térbe, maradjon otthon. A vírust féken tartani csakis felelős szabálykövetéssel lehetséges, ez tavasszal már bebizonyosodott. Kérem Önöket, most is ebben a szellemben éljük mindennapjainkat, ne kelljen eljutnunk a szigorú intézkedésekig. Kiskörös lakossága egyszer már jól vizsgázott. Biztos vagyok benne, ismét képes lesz rá, hiszen mindannyiunk érdeke, hogy a járvány ne üthesse fel a fejét városunkban. Mindezek figyelembevételével kívánok Önöknek jó szórakozást a szüreti mulatság alatt. Kóstolják meg pincészeteink könnyed, kiváló borait, érezzék jól magukat rendezvényeinken, és ünnepeljük együtt az alapító szlovákságot, valamint a szőlőt és a bort, amelyek oly magasban emelték városunkat az Alföld homokjából. Sajnos a vírusra való tekintettel testvérvárosaink nem lehetnek itt velünk, nem ünnepelhetünk együtt, és azt gondolom, hogy nem csak a most felállított törvényi szigorítás miatt, hanem az ő felelősségvállalásuk is ugyanolyan nagy, mint a miénk. Emlékükre, nem emlékükre, tiszteletükre, azért a zászlókat kitettük, hogy tudjuk, hogy vannak testvérvárosaink, tudjuk, hogy ők továbbra is velünk vannak, mi is velük vagyunk, és szeretnénk ezekkel a zászlókkal tisztelegni ő előttük is, akkor is, ha nincsenek velünk. Érezzék jól magukat ebben a két napban, és remélem, hogy a következő években a megszokott rend szerint tarthatjuk majd a szüreti fesztiválunkat. Köszönöm, hogy meghallgattak. Gondolom, hogy most ez egy nagyon jó dolog, hogy itt Kiskörösön a szüreti mulatságon részt vehet a borászat, hiszen számtalan fesztivál elmaradt, ahol részt szoktatok venni. Igen, tegnap megköszöntem a kiskörösi polgármester úrnak, hogy ezt komolyan gondolta és meg is valósította ezt a rendezvényt, mert láttam a tegnap a folyamán az emberek, hogy ki voltak éhezve a bezártság után az ilyen társas rendezvényekre. Hát most a bornak volt így az aktualitása, és ezt a megkeresést, megfelkérést örömmel is fogadtuk, bár a sok munka ellenére, de szívesen jövünk. Egy kicsit mesélj nekem a boraitokról, amit kihoztatok ide a Bor utcába. Most egy szűk baráti körben egy gyöngyöző bort kóstolunk, egy régi dédelgetett álmunk, vágyunk, hogy gyöngyöző bort szeretnénk készíteni, és most különösen a fiatalokat céloztuk meg azzal, hogy egy 2,5 decis fém alumínium dobozba töltjük le a gyöngyöző bort. Fiatalok szeretnek jönni, menni, bulizni, megvásárolják a szupermarketbe azt a 2,5 decis kis elegáns kis dobozkát, otthon lehűtik, úgyhogy még anya is, apa is tud róla, és elmennek szórakozni, viszonylag jó árértékre meg tudják vásárolni a szupermarketekbe ezt a bort, behűtik, és akkor kis ridikülbe becsúsztatják, és buli előtt közben még felpattintanak egy-egy dobozkával. Nem tudom, most ez lehet, hogy az én tudatlanságom, de ez a bor, ez a pezsgőhöz hasonlít, hát, vagy picit, a pezsgő? Picit hasonlít a pezsgőhöz, a nagyságrenddel kisebb a széndioxid tartalma. Itt 5 gram
per liter a szén-dioxid tartalma. Erre nagyon vigyázni kell, mert ha több van benne, akkor már más, illetve, igen, ha több van benne, akkor más az adódása. És akkor most ennek így nincs külön adója a gyöngyöző bornak. Tudom, hogy nektek nagyon sok földterületetek van, és nagyon sok szőlőtök. Milyen évet zártok most így a szőlőtermésre, gondolok? Igen, a viszonylag az elején vagyunk még a szüretnek. A korai érésű szőlőfajtáknál szüretjén vagyunk túl. Kezdtük, augusztus 20-a magasságában az Írsai Olivérrel kezdtünk. Azt szüreteltük egy héten keresztül, először a saját szőlőt, utána meg vásároltunk, integráltunk olyan gazdákat, akikkel együtt tudunk dolgozni. Majd rá egy hétre, akkor meg kezdtük a cserszegi must felvásárlását, ott is van saját ültetvény. A termés mennyiség az elég szélsőséges, mert az Írsainál a 60 mázsától a 80 mázsáig az maximum közepes termésnek mondható. A cserszeginél hasonlóképpen ad a helyzet, maximum 100 mázsa volt hektáronként a gazdáknál. Volt egy-két kirívó eset, mondjuk a sajátunkat is, de lecsorolni 140-150 mázsa volt hektáronként. De nekünk van egy speciális technológiánk a szőlőtermesztésben is. Igazából nem titok, de mi ezt a gyakorlat évek óta alkalmazzuk. És a többi szőlőfajta? A többi szőlőfajta, amit az előbb is mondtam, hogy a kékfarangos fog soron következni, az pedig hétfőn fogunk egy próba mérést csinálni, és akkor döntjük el, hogy melyik nap, de úgy gondolom így, hogy a keddi naptól már megindulunk a kékfarangos rozi alapanyagokkal, hát majd a vörösboroknak való, az majd nyilván majd később lesz. Gondolom, hogy most az időjárás kedvezett a borászoknak abból a szempontból, hogy nem kell igazán megküzdeniük a jó borokért. Jól gondolom? Hát az idei, ha kezdem, akkor az elején ugye márciustól, áprilistól. Áprilisban 4 alkalommal volt ilyen 0-4 Celsius, tehát 4 alkalommal csépegette a termés mennyiségét, és azért is ilyen középszerű a termés mennyiség, mert minden egyes alkalommal levett bele egy kis tizeteket a természet. És majd ezt követően a tavaszi fagyok után jött a 2 hónap aszály, tehát május-júniusban szinte semmi csapadék nem volt. Ez a szőlőt ugye nem viselte meg, csak a szélsőségre akarok utalni. Majd ezt követően az aszály is 2 hónap után jött pedig a csapadék, ami a csapadék az sokszor jó, de nem ilyen nagy mennyiségben, 80-120 mm és hatalmas viharral. Pici jég is volt, de az számottevő kárt azért nem csinált. Viszont most, hogy belementünk a szület előtt időszakba, itt nagyon kedvezőre fordult az időjárás. És sokat süt a nap. Sokat süt a nap, meleg van, úgyhogy bizakodunk benne, hogy jó lesz a termés. Az elmúlt 2 hét születi eredmény tapasztalat, azt le lehet szűrni egyértelműen, hogy jók az illatok, jók az amatok. Úgyhogy abszolút bizakodók vagyunk. A Gyöngyház Kulturális Központ által szervezett népismereti tábor szerdai napján a jászok mutatkoztak be, ezt idézzük fel krónikánk folytatásában. Szeretném tudni, hogy fiatalként hogy kerültél ebbe a társaságba, ebbe a közösségbe? Tavaly is itt dolgoztam diákmunkán, és idén is visszahívtak, és nagyon szeretek itt dolgozni, mert mindig változatos a munka, nem mindig ugyanazt csináljuk, segíthetünk a szervezésbe, és a munkánkkal kiérdemeltük, hogy a táborba is segíthetünk idén. Fel tudnád idézni, hogy mondjuk az elmúlt 3 napban melyik volt az a program, ami neked a legjobban tetszett, ami a legközelebb áll hozzád? Hát mindegyik tájegység egyébként magáért szép, és úgy gyönyörű, ahogy van, és nagyon tetszett, hogy ezt bemutatták nekünk, és megismerhettem mindegyiket, mert tegnap volt például a kalocsai, de arról se tudtam mindent, és így még többet megtudtam. Érdekesek az előadások, délután mindig szabad foglalkozás van, és nekem hétfőn tetszett legjobban a kláris készítés, az ilyen többsoros gyöngy, és hazavittem, és csináltam egy 3 sorosat, szóval most már olyanom is van. Amikor legutoljára beszélgettünk, emlékszem, itt egy kiállításod volt, és ilyen népi motivumokkal díszített ruhákat állították ki. Az elmúlt 3 napban gondolom rengeteg ötletet gyűjtöttél ezzel kapcsolatban. Igen, érdekes volt ez mind a 3 nap, amit eddig láttunk. Palócföldről már ismertem a dolgokat, de most a jászság az teljesen meglepett. Nagyon-nagyon tetszett a jászságiak előadása, az egész divat bemutató, a viselet bemutató. És igen, szereztem néhány ötletet, például a gyöngyfűzést bele fogom valahogy kombinálni az én gépi hímzéses technikámba, úgyhogy fogok nyakláncot készíteni gyöngyel és gépi hímzéssel.
Ugye tegnap volt a Kalocsa, ami hozzánk elég közel van, de ezt ismerted, ugye ez nem volt újdonság neked. Igen, Kalocsából már szinte nem tudtak újat mutatni. Tegnap éppen megjegyezte ott a kalocsai hölgy, hogy hát aki tud géppel hímezni, az Nobel-díjat érdemel. Mondom, akkor én kérem, mert én 40 éve varok, hímzek géppel. Az előadások közül, mert ugye az végül kicsit szárazabb, mint ezek a gyakorlati foglalkozások. Melyik volt az, ami úgy jobban megragad benned? A kalocsaiban érdekes módon megragadott az, hogy visszament egészen a honfoglalástól kezdve, hogy is jött Árpádék ide, települtek a Nagy-szigetre, ez egy új információ volt. Érdekes volt a néprajz, tehát én mind a három helyen a néprajzot azt nagyon figyeltem. Tanultunk ugyan valamennyit, amikor ilyen hímzőiskolába jártam, de azért volt néhány újdonság, ami megragadta a figyelmemet. A táborozók több helyről érkeztek, ön honnan? Császártöltésről érkeztem. Eltett három nap, és még van kettő, és még pont a császártöltési van hátra pénteken. Mondjuk akkor nézzük az elmúlt három napot. Mi volt az, ami a legjobban megragadta, ami a legérdekesebb volt? Igazából nem is tudnék válaszolni erre a kérdésre, mert minden nagyon jó volt, tehát egy csomó újdonságot, érdekességet hallottam, amiről nem tudtam, a palócokról, akár a potákról is, pedig a szomszédságban van, úgyhogy nagyon köszönöm a lehetőséget, hogy részt vehetek ebbe a táborba. És kiket képvisel valaki, milyen közösséget képvisel, vagy magánszemélyként van itt? Császártöltésen a művelődés szervezőként dolgozom, és igazából a Schwab tájház tartozik hozzám, illetve a teleház, tehát egy kicsit szakmabeli is vagyok, és szakmabeli szemmel is nézem a programot, és mindenkit csak dicsérni tudok a szervezésért, a program összeállításért. És amikor majd császártöltésen mennek a táborozók, akkor önnek is lesz ott valamilyen szerepe? Hát igen. Én fogom össze a Német Nemzetiségi Önkormányzattal a munkát, illetve a főzésbe is részt veszek. Nem messziről érkezett, honnan is? Tázláról érkeztem, Tázlár is része ennek a pályázatos konzorciumnak, és hát két fiatal lánya együtt érkeztünk, úgyhogy a tázlári önkormányzatot képviselem, illetve hát mivel tagja vagyok a tázlári kézi munkaklubnak, talán kicsit őket is, mert ugyanilyen hagyományőrzés, nagyon sok hímzést csinálunk, úgyhogy őket is képviselem. Hát akkor most volt sok élményben, igen, része itt az elmúlt három napban. Ha egyet ki kéne emelni, akkor melyik lenne az? Most a kézműveskedésre gondolok. Hát elég nehéz választani, mert mindegyik program nagyon tartalmas volt. Én személy szerint gyöngyöt is szoktam fűzni, tehát az is közel áll hozzám. Régebben hímeztem is, az is közel áll hozzám. Biztos most is majd a mai program is érdekes lesz, de hát nagyon érdekesek voltak a viselet bemutatók, tehát nagyon tartalmas volt a program, nagyon sok újat és érdekességet hallottam. És a gasztronómiáról még nem beszélgettünk, ugye minden nap az adott nép, nemzetiség mutatta be a jellegzetes ételeit. Egy kicsit beszéljünk erről, milyen volt? Hát nyilván minden tájegységnek megvan a specialitása. Hát számomra a legérdekesebb volt a kalocsai kácsi, a paprikás kácsi, bár már az utazás kiállításon én már kóstoltam, és hát nagyon érdekes ez az összeállítás. Nem is gondolná az ember, hogy a paprika édesen micsoda, hogy harmonizálnak az ízek, és nagyon ízlett, de hát a többi étel is nagyon finom volt. A következő percekben folytatjuk Mesekuckó című sorozatunkat, amelyben fiatalok mesélnek gyerekeknek. Kedves gyerekek, sok szeretettel köszöntelek titeket a Gyöngyház Kulturális Központ Mesekuckójában. Mai mesénk Bogyó és Babóca, a fülgyulladás. Egy őszi nap Babóca, a katicalány, vidáman nyitott be Bogyó házába. A patakhoz indultak a kavicsot szedni. Velem tartasz? De Bogyónak semmihez sem volt kedve. Nem tudom, Babóca, olyan fáradtnak érzem magam. Nagyon fázom, és fáj a fejem, meg a fülem is. Hű, de piros az arcod, Bogyó, mondta Babóca. Te lázas vagy. Szaladok gyorsan Bagoly doktorért. A katicalány meg sem állt Bagoly doktor odójáig. Kedves Bagoly doktor, gyere gyorsan. Bogyó nagyon rosszul érzi magát. Siess. Bagoly doktor gyorsan összepakolta orvosi táskáját, felvette orvosi köpenyét, és már is indult a beteghez.
Szervusz, Bogyó. Na, hadd lássam, mi a baj? Először is meghallgatom a mellkasod. Lélegezz mélyeket. Bogyó levette a pizsama felsőjét, és engedelmesen sóhajtott. Most pedig mutasd a hátad. Társd nagyra a szád, megnézem a torkodat is. Nem akarom, mondta nyűgösen Bogyó. Pedig meg kell néznem, hogy piros-e, magyarázta Bagoly doktor, és lámpájával megvilágította Bogyó torkát. Most pedig belekukkantok a füledbe, ezzel a kis tölcsérrel. Ez már végképp nem tetszett Bogyónak, sírni kezdett, és kezét a fülére szorította. Nem butáskodj, Bogyó, ez egyáltalán nem fáj, fogta meg Babóca biztatóan Bogyó kezét. A vizsgálat tényleg nem fájt. Nos, Bogyó, kezdte Bagoly doktor, neked bizony fülgyulladásod van. Csúnyán megfáztál. Ha jól sejtem, nem sokat hordtad a sapkádat. De hogy én meggyógyulok? Kérdezte riadtan Bogyó. Persze, hogy meggyógyulsz. Elmondom, mit kell tenned. Vegyél be ebből az orvosságból minden reggel egy teli kanállal. Igyál sok teát, és tégy a füledre meleg, kölessel teli bugyrot. A barátaid nyomban Bogyó segítségre siettek. Baltazár mézet hozott, pihek kamilla virágot, Vendel csipkebogyót és teát főztek a betegnek. Babóca köles melegített egy serpenyőben, aztán beöntötte egy pici zsákba. Szorítsd ezt a két kis zsákot a füledre, amíg ki nem hűl. Bogyó a fülére tette a két meleg csomagot, de a keze hamar elfáradt, így a fülmelegítés nem tartott sokáig. Bogyó, ez így nem lesz jó, mérgelődött Babóca, de aztán támadt egy ötlete. Tűt, cérnát keresett, és hamarosan egy csinos sapkával tért vissza. A sapkának zsebei voltak, amibe épp belefért a melegkölessel megtöltött bugyor. Bogyó feltette a sapkát, és le sem vette, amíg a köles ki nem hűlt. Bogyó hamarosan jobban lett, sokat pihent, sok teát ivott, bevette az orvosságot, és naponta háromszor felvette a fülmelegítő sapkát. Barátai minden nap meglátogatták, mert mesét olvastak, és báboztak neki. Másnap reggel Babóca csodaszép köveket vett észre Bogyó asztalán. Hű, Bogyó, ezek nagyon szépek, kitől kaptad? Magam szedtem a patak partján, büszkelkedett Bogyó. Magad szedted? Kérdezte dühösen Babóca. Ez igazán nem volt okos ötlet. Még nem gyógyultál meg teljesen. Most aztán újra vissza fogsz esni. Babócának sajnos igaza lett. Estére Bogyónak megint magasra szökött a láza. Ismét ágyba kellett feküdnie, sokat kellett pihennie, és fel kellett tennie a fülmelegítő sapkát. A kis csiga most már minden utasítást betartott. Nagyon szeretett volna végre meggyógyulni. Ahogy viszont Bogyó egyre jobban lett, úgy lett Babóca egyre rosszabbul. Bizony elkapta a betegséget. Most aztán Bogyó ápolta Babócát. Teát főzött neki, és megtöltötte a sapka zsebeit melegkölessel. Bagoly doktor Babócához is eljött. No hát, úgy látom, újabb kis beteggel van dolgom. Ez bizony jól elkaptad Bogyótól. Elmondta Babócának is, mit tegyen, hogy hamar meggyógyuljon. Aztán Bogyót vizsgálta meg újra. Hiszen már te nem is vagy beteg. No, azért hadd lássalak. Bogyó levette a trikóját, Bagoly doktor pedig meghallgatta a tüdejét. Belenézett a torkába és a fülébe is. Minden rendben, meggyógyultál, kis csiga. Néhány nap ismét eltelt. Babóca is bevette az orvosságokat, sok teát ivott, sokat pihent, és hamarosan egészen jól érezte magát. Bagoly doktor is eljött újra, és elégedetten látta, hogy Babóca is meggyógyult. Akkor most végre elmehetnénk együtt a patakhoz kavicsot szedni, ugrándozott Bogyó. Jaj, de jó, induljunk a patakhoz, kiáltott Bagoly doktor három kis fiókája. Mi is jövünk. De jól öltözzetek ám fel, mondta szigorúan a doktor. Bogyónak és Babócának ezt már mondani sem kellett. Nem feledkeztek meg a sárról, a sapkáról, meleg cipőről sem. Késő estig kergetőztek a patak partján, és földeiket szemnél szebb kavicsokkal szedték tele. A vírushelyzet miatt az eredeti időpontra megtervezett 8. pünköst kupát törölni kellett. A szervezők úgy gondolták, hogy egy új időpontban, augusztus 21-e és 24-e között változatlan versenykiírási tartalommal
megrendezik a tornát természetesen a kormányzati és az MKS előírásainak betartásával. A kiskörösi sportcsarnokban megrendezett pünköst kupán a kiskörösi járást az U17-es, U18-as fiúk mezőnyében a kiskörösi KSK, valamint a Soltvad kerti Kuse képviselte. Köszöntöm Forgó Erzsébetet, a Soltvad kerti kézilabda utánpótlás sportegyesület vezetőedzőjét. Hát fantasztikus mérkőzést láthattunk, egy felnőtt szinten is, izgalmában, taktikában, mindenképpen egy nagy csemege volt. Hogy látod, hogy alakult a meccs? Számunkra kedvezőtlenül a vége, de összességében azt hiszem, hogy elégedettek lehetünk mind a két csapat részéről a mutatott játékkal, ahhoz képest, hogy a gyerekek ugye fél éve nem játszottak, és most már a harmadik napon tusakodnak, az enyémek azok különösen, hiszen fiatalabbak, mint a többi csapat. Szoros meccseket tudtunk játszani az egy-két évvel idősebbek ellen, úgyhogy én nekem nagyon tetszett a meccs is, a játék is, amit a gyerekek csináltak, és úgy egyáltalán szórakoztató volt. Igen, ez általánosan jellemző volt. A kiskörösieknél is rengeteg hiányzó volt, és ezért fiatalabbakat hívott meg Cinkóczki Tibor vezetőedző, aki pont ezen a meccsen nem tudott itt lenni családi elfoglaltság miatt, és a valamikori tanítványa, a harangozó Gergő helyettesítette. Hát ő ismeri régóta ezeket a gyerekeket. Viszont a ti csapatotokban is szerepelnek kiskörösiek, és nagyon-nagyon jó teljesítményt nyújtottak. Szentgyörgyi Gergő az elején vitte a hátán a csapatot, aztán Judák Gergő zicsereket védett. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez biztató a két város és a két egyesület kapcsolatát tekintve, hogy van átjárás. Régebb óta is a kiskörösi felnőtt csapatban is. Hogy látod, ez a kapcsolat a jövőben mennyire lesz gyümölcsöző? Azt gondolom, hogy mindenképpen, hiszen mi csak utánpótlást tudunk nevelni, tehát mi felnőtt csapatot nem fogunk versenyeztetni. Ha ezek a gyerekek kiöregszenek az utánpótlásba, akkor nagy valószínűséggel a hazai csapatba fognak majd kézilabdázni. Illetve hát nekünk az a nagy fő problémánk, hogy bizonyos korosztályokban nem tudunk komplett csapattal kiállni, és az MKS-nek ezekkel az okos szabályaival nem tudjuk felvenni a versenyt, úgyhogy előbb-utóbb úgyis a kooperáció lesz kicsitől nagy felé, ha egyáltalán Soltvad kertem valaha következő 10 évben lesz még kézilabdás utánpótlás nevelés. Térjünk vissza egy kicsit a mérkőzésre. 5-1-el kezdtetek, ez egy kétszer 20 perces utánpótlás meccsen vaskos előny. A körösiek bennmaradtak az öltözőbe, igaz, hogy nekik már volt egy meccsük ma, ami szintén egy ilyen fantasztikus véghajrában 19-19-es döntetlennel zárult a füzesabonyaiak ellen, tehát már egy meccs a lábukban volt. Hogy gondolod, hogy miért ment el ez a 4 gólos előny? Aztán a második félidőben fordult, és a körösiek vezettek 4-gyel, a végén majdnem sikerült egyenlíteni is. Ilyen szinten, utánpótlás szinten is ennyire lüktet a játék, hogy látod, mi volt ennek az oka? Mind a két csapat szerintem nagyon jó felkészült fizikailag is, meg taktikailag is, hiszen sokféle taktikai variációt bemutattak a csapatok védekezésbe is és támadásba is. Nekünk a fizikai hátrányunk a testfelépítésből adódóan nem tudtuk a Patai Deniszt semlegesíteni, és ezen ment el a meccs tulajdonképpen. Igen, Denisz vezéregyeniség volt, 10 gólt lőtt összesen, és már Horváth András a felnőtt csapatban is számít rá. MB2 nem kezdő lesz, de egy nagyon jó kiegészítő ember lehet, aki több poszton is bevethető, és hát megállapítható, hogy ezen a mérkőzésen klasszis teljesítmény nyújtott, főleg a második félidőben. Az ember fogásból kibújva, ugye látható volt, hogy harangozó Gergő többször is kihívta, mert ő egész serdülőkorában hasonló szituációban játszott, hogy mindig emberfogást kapott. Na, abból való szabadítások, azok ezen a mérkőzésen óriási előnyt jelentettek, hogy egy olyan edző ült a padon, aki a sok éves, 22 évesről van szó, de a sok éves karrierje alapján megélte ezeket a dolgokat. Ez is döntő lehetett. Nem tudom, hogy látod? Nyilvánvalóan döntő volt, de egyszerűen ilyen fizikai fölény a három játékossal a hátán bevitte a labdát, és úgy bevágta, hogy azt kapus nincs, aki erre rá tudjon mozdulni. Nálunk nincsenek ilyen képességű játékosok, mi vagy csapatként tudunk valamit összehozni taktikailag, meg fifikába, de most ez nem működött, tehát itt most nem volt ennek létjogosultsága, hiszen Denisz egymaga megvert minket. Köszöntöm harangozó Gergőt, gratulálok a győzelemhez. Igazi férfi munka volt. A Soltvad kertiek edzőjével beszélgettünk róla, hogy nagyon változatos, hullámzó mérkőzés volt, rengeteg izgalmi elemmel és taktikai döntésekkel, amelyekben rendkívüli szerepe lehetett a kispadon ülőknek, hogy kintről
milyen meglátásokkal tudják segíteni a csapatot. Hogy érzed az 1-5-ről való fordításban, és a jó időben, jó ütemben kért időkkel, cserékkel hogyan tudtad befolyásolni a mérkőzést, hogyan tudtad helyettesíteni Cinkóczky Tibort, aki neked is a nevelőd, edződ volt, tanárod, és most edzőként kellett helyettesíteni. Köszönöm szépen a gratulációkat, hát Tibi bácsi, hát nem szeretném learatni a babérokat, mert az ő csapata, de azért a taktikai meglátásaim nekem is ott voltak. Hát ugye az emberfogás volt a legnagyobb ellenségünk, úgymond a meccsem, főleg a Patai Deniszt, ahogy kivették, aztán a Botondot is. Hát engem is rengetegszer kivettek fiatal koromban, amikor serdülőbe vagy ifibe játszottam, és hát el nem tudom mondani, hogy mennyire jó érzés volt elszakadni a védőtől, mikor megzárták nekem. Onnantól kezdve pedig lendülettel megállíthatatlanul lehet menni a kapu fele és gólt lőni. Ez ma Denisnek ma sikerült is. Vezér egyéniség volt, bár nagyon elfáradt ő is, meg mindenki, de le a kalappal előttük. Igen, Forgó Erzsi is elmondta, kiemelte ezt a részét a mérkőzésnek, hogy Denis és az ő szabadítása volt az egyik kulcs mozzanat, de azért, amikor megfájdult a keze, kiállították, mindig volt valaki, aki hátára vette a csapatot, a kapusoktól kezdve Németh Botiig, a legfiatalabb Dörmő Ádám is, Patai Brian is, mindenki hozzá tudott tenni valami apróságot. Nem tudom, hogy látod, és kit emelnél még ki Denis mellett? Mindenkit, mert kemény csapatmunka volt ez. Az egygólos győzelem az nagyon fontos. Hát vezettünk 4-gyel is, de nagyon elfáradtunk a végére, ez látszódott. Azért is kértem időt, hogy kicsit fújjunk, és ugye futóóra volt, így az idő is telt, ami nekünk dolgozott vezetésnél. Kiemelhetjük a kis Tóth Bencét, aki jobb szélről tudott gólt lőni, Dörmő Ádám, aki ilyen fiatalon azt hiszem megállta a helyét, de a Németh Boti is nagyon jól játszott. Hát voltak még eszetlenségek az ő játékában is, a Deniszébe is, de hát fiatalok, úgyhogy az ilyen meccs hétvégék, amikor ennyi meccsterelést kapnak, ezzel ki lehet ezeket küszöbölni, és sokat tudnak fejlődni. Az ellenfél edzőjével is beszéltünk róla, hogy az igazi serdülő csapatból sajnos nagyon nagy vezéri egyéniségek hiányoztak, mint például Megyeri Máté, aki a korosztályának legnagyobb tehetsége, és még mindig kórházban van sajnos. Ezért is kellett fiatalokkal pótolni. Hogy látod, sikerült-e Megyeri Mátét, mint lehetetlen feladatot pótolni, és hát ott van még Krecs Sanyó, Szentesi Gergő, és hát Aszódi Zsombor, akinek súlyos térdsérülése van. Hát a Máté az nagyon nagy hiányzó, ez szerintem bármelyik csapat megérezné. Az ő 8-10-12 góljai egy meccsen, azok nagyon hiányoznak, de szerintem csapatként tudtuk pótolni, mert oda tette magát, a Baranyai Zotya is védekezésben nagyon erős volt. Ott a Dörmő Ádám is, hát jobb kettőbe helyettesítette majdnem az egész meccsen, de kiemelhetjük a Patai Bryant is, aki ő is fiatalabb, mint az Ádám. Ő is nagyon sokat tett a győzelemért, ő is védekezésben nagyon pörgött. Támadásba kihagyta az ittszerét, de ő is nagyon motivált volt, ez látszódott rajta. Volt még egy bátor döntésed a félidőben. Az addig zseniális bravúrokat bemutató Káldi Tomi helyett Damásdi Zsolti ment be a kapuba, tehát kapott lehetőséget. Őról ugye azt kell tudni, hogy Judák Gergő távozása után a Soltvadkerti csapatba Damásdi Zsolti izsáki, és a kiskörösi gimnáziumban lesz majd idén gimnazista, és első kézilabda tornája volt életében, ő labdarúgó kapus. Hogy merted beállítani? Mit mondtál neki? Hát először is az első fél időben a Tomiról becsorogtak labdák, nem tudta elkapni a fonalat. Aztán rájöttünk, hogy az a probléma, hogy a Tibi bácsi féle pofonok elmaradtak a meccs előtt. Ezt a fél időben bepótoltam. Mármint, hogy Káldi Tomi kérte a pofonokat. Hát mondhatjuk így is. Viszont hát nagyon tehetséges, nagyon ügyes ő is, Zsolt is, mutatott be védéseket is, ha jól emlékszem, 2 is vagy 3. Ügyes volt, aztán hát kellettek a bravúrok, és mint tudjuk, a Tomi nagyon jó ezekbe. Kedves nézőink, ennyi volt már a Vadkerti Krónika, amelynek legfrissebb számát a szokott időben. Jövő héten kedden este 7 órakor láthatják, de tartsanak velünk továbbra is, hiszen már is jövünk a Soltvadkerti magazinnal.
Thank you.